Tudja azt, hogy valójában mi hajtotta? Miért mondott le gyakorlatilag mindenről, ami a korosztálya természetes életmódjának számított? Mindig is szerettem volna egy nemzetközi üzletember lenni, sok országot látni, sok fele járni, de ez édes kevés ahhoz, hogy valaki ilyen életútra lépjen, mint én. Életem első 10 évében nem éltünk éppen a legtehetősebben, mondjuk így szépen. Nem voltunk mély szegénységben soha, de például első 6 évenben édesanyám egyedül nevelt, egy ilyen úgynevezett fiatal házasok albérletbe laktunk. Volt olyan például, hogy az utolsó 100 forintjából nekem vett valamilyen játékot, és akkor reméltük, hogy valahogy meg lesz a következő hónap. És ennek a bizonyos aspektusai bennem úgy rögzültek, hogy én ilyet soha többet. Tehát én ilyet nem akarok, és ezért is kezdtem el vállalkozni, mert engem mindig is érdekelt az önfejlesztés. Ezért is voltam kitűnő tanuló, kitűnő sportoló. Tehát engem érdekelt a testem fejlesztése, ugyanúgy, mint az elmém fejlesztése.